A Delecskei Hagyományőrző Nyugdíjas Klub 5. alkalommal rendezte meg tavasznyitó, igazi színes, fergeteges megyei fesztiválját tavaszi kavalkád címmel, melyre ezúttal is szinte a térség minden pontjáról érkeztek fellépők. A rendezvényen elsőként Farkas Sándor né Bene Erzsébet, a Nyugdíjas Klub vezetője köszöntötte a megjelenteket. Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Elsőnek, ha csendben meghallgatjátok, Tasi Melinda fog következni. Melinda, akitől a nyitódalt halljuk, évek óta visszatérő fellépőnk. Nagyon szereti az időseket, így ír rólunk. Az idősektől tanultam meg a szeretetet, a hitet, az ajándékozás örömét, a hálát, és minden igazi emberi értéket, ami szükséges ahhoz, hogy fiatalként hely tudjak állni ebben az életnek, nevezett zűrzavaros világban. Hát most is a tavaszi kavalkád, ugye egy zűrzavar. 15 videóklipet készített már, több mint 100 fellépésnek tett már eleget, elsősorban az idősek rendezvényein. Majd látni fogjuk a Csillagfény Gyermekszínház művészeti vezetője. Majd a többit elmondom, és most hallgassuk Melindát nagy-nagy szeretettel és csendbe. Thank you.
megkérnélek téged, Dereskei Civil Összefogás elnökasszonya. Köszönöm szépen a megtiszteltetést, hogy itt lehetek. Mindenkit szeretettel Na most jobb? Köszönöm a megtiszteltetést Terzsőkének, hogy itt lehetek. Ez a rendezvény közel 5 éves, igen, most látom, 5 éves hagyományra tekint vissza. Beszélhetnék én arról, hogy milyen ez a rendezvény, hogy milyen a színvonala, de szerintem a mai műsor majd erről méltóképpen meg fog mutatkozni. Én szeretném megköszönni Erzsikének, illetve a klubnak ezzel a csekély ajándékkal, ezzel a virágcsokorral az áldozatos munkáját. Mert a Dereskéért Civil Összefogás Egyesület nem tudna működni, hogyha ők, illetve a többi szervezet nem dolgoznának ennyire odaadóan. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen! És ez a virág nem csak nekem, hanem a klubtagoknak is szól, mert tényleg, hát nem mondom azt, hogy áldozatos, mert az de nagyon nagy szorgalommal segítenek, tegnap is voltak itt, vagy 20, nem tudom hányan segíteni, tehát nagyon nagy segítségemre vannak, és tudjátok, el szoktam mondani mindig, hogy egyedül nem megy. Tehát könnyű valamit kitalálni, de ezt meg is kell valósítani, és csapat nélkül ez nem megy. Úgyhogy köszönöm szépen már itt előre a klubtagjaimnak a segítséget. És átadom a szót Timári Balázs, hajdunálnási klubvezető, és mint az elnökség tagja a megyei szövetség képviseletében. Köszönöm szépen. Hát a megyei szövetség elnöksége nevében nagyon-nagyon nagy tisztelettel köszöntöm meg jelenlévő nyugdíjas társaimat. Hát én 14 éve vagyok a klub vezetője Hajdonánáson, és azóta vagyok a megyei szövetség elnökségének is a tagja. Rengeteg nyugdíjas rendezvényen vettem részt. Hát a nyugdíjas mozgalomnak alapvető célja az, mindig szoktam otthon is hangsúlyozni, hogy értelmesen, hasznosan és nem utolsó sorba kellemesen töltsük el a nyugdíjazással ránk szakadt nagyobb, több szabadidőt. Ezt szolgálják ezek a megyei rendezvények, mert ez a tavaszi fesztivál is végül is megyei rendezvény keretében zajlik. Mi a kórus találkozót szervezzük Hajdunánáson, bízom benne, hogy sok mindenkivel fogunk ott is találkozni. Itt is nagyon sok ismerőssel találkoztam már, meg találkozom még eddig, hiszen millió nyugdíjas rendezvényen vettem részt, és nagyon sok ismerős barátot szereztem ezeken a rendezvényeken. Bízom abban, hogy ez a hármas cél itt is megvalósul, hisz akik hónapokon keresztül készültek a fellépésre, tanultak, nálunk is nagyon sokan nyugdíjas korba, 60-70 éves korba kezdenek el kottát olvasni, megtanulni, és énekeket, dallamot, szöveget tanulnak, tehát ez nagyon értelmes munka, hasznos munka, és amikor előadjuk ezt a műsort, és örömet szerzünk ezzel a nézőknek, a hallgatóknak, meg saját magunknak is, ezzel megvalósul az is, hogy nagyon kellemesen töltöttük el az időnket. Bízom benne, hogy itt is mindenki kellemesen tölti el az idejét. A fellépőknek kívánok sok sikerélményt és eredményes szereplést, a nézőknek pedig nagyon-nagyon jó szórakozást. És a Megyei Szövetség nevében is átadom ezt a szálvirágot Erzsikének, és kívánunk neki is a további években is nagyon jó egészséget és sikeres munkát a szűkebb családban, a klub keretén belül is. Köszönöm szépen! Ilyen még nincs, pedig gyűjtöm a szavakat. Köszönöm szépen Balázsnak a megnyitó szavát. És... Bocsánat, tényleg kavalkád van az asztalomon, úgyhogy... És akkor a Csillagfény Gyermekszínház
előadását. Tavaszi zűrzavar fog lenni a színpadon. A Csillagfény Gyermekszínház művészeti vezetője, mint már mondtam, Tasi Melinda, óvodás és kisiskolás gyermekekből áll, akik hétről hétre együtt táncolnak és énekelnek, illetve sok közös programban vesznek részt, vidám, családias hangulatban. Céljuk eltölteni és újjávarázsolni az emberek szívébe a szeretetet és a jóság hatalmát, kis műsoraikkal boldogságot okozni az emberek számára. Mai mesejátékuk címe tehát Tavaszi zűrzavar. Köszöntöm egyúttal a nagymamákat, anyukákat, akik lehetővé tették a gyerekiknek ezt a szereplést, és hogy ide engedték közénk. Fogadjuk őket nagy-nagy szeretettel. Virágom, virágom,
tanítani. Ugye ti sem? Talán, hogyha táncolnátok is nekünk, akkor könnyebben el tudnánk dönteni. Nem. Yeah, her booty's better than me, get by. Yeah, I'm measured.
itt akar a jelmez. Táncolj vele most az egyre megy. Húg csak magad, húz a partnered. Hidd el, itt ma bármit megtehet. Elveszheted most az eszedet, eszedet. Álmod azt, hogy vége sose lesz, sose lesz. Ez itt a legjobb mese. Mesebeli karnevál. Kapd fel a legjobb ruhát. Gyere hát, már vár. A mesebeli karnevál. Gyere most guri felül. Téged vár. Ki a mesebeli karnevál. Kapd fel a legjobb ruhát. Gyere hát, már vár. A mesebeli karnevál. Városi disznótor. Mint felbújdult mélykas, olyan a piac tér. Hízók visítanak, folyik a piros vér. Nagy a sürgésforgás, jönnek az emberek. Felsepárt betonon egy disznóhempereg. Rúg még négyet, ötöt, aztán abba hagyja. A nagy zsivajgásban elnémul a hangja. Böllér hangos szóval osztja a parancsot, gázperzselőt neki, ne vegyen revansot. Perzseli a disznót, iszák a pálinkát, sok a bámészkodó, ők meg a bort iszák. Böllér hangos szóval osztja a parancsot, gázperzselőt neki, ne vegyen revansot. Perzselik a disznót, iszák a pálinkát, sok a bámészkodó, ők meg a bort isszák. Remek hangulat, nem búsul itt senki, ezt a csodás napot a város szervezi. Már az első böllér hasítja a sertést, szorgos segítői megkezdik a főzést. Lesz itt finom hurka, disznósajt meg kolbász, ilyen finom kaját esküszöm ritkán lát. Zománcozos üsben rogyog a káposzta, öntött vas lábasban sül a sertésborda. Incsiklandó illat száll a levegőben, a téli napsugár lassan delelőben. Megkondul a harang, elkészül az ebéd, csodás pazárlátvány tárul most eléd. Töltött hurka kolbász, meg malaszpecsenye, közben már érkezik, forrott bor ereje. Pazar ebéd előtt lecsúszik egy feles, jobban esik rája, majd az orja leves. Jó toros káposzta új hússal körítve, jó étvágyat hozzá, jó borral kísérve. Ebéd után aztán kezdődik a muri, színpadon táncolnak, ez már ramazuri. Nyugdíjas énekkal kiereszti hangját, tánckar megmutatja összes tudományát. Vígan telt nap, mulatott mindenki, éhen és szomjason ma nem maradt senki.
Ezt a csodás napot nem lehet feledni, de a hideg telet el kell már temetni. Köszönöm szépen, hogy vízkereszttel indul a farsangi bál, vidám a hangulat, vígzene szószál. Menj el te tél, hadd jöjjön el a tavasz, akkor is jobb, ha egy kicsit még ravasz. Fénytelen, fagyos még ez a téli táj, felvidít bennünket a farsangi bál. Gyere és bújjál az állalföld mögé, legyen ez a nap most mindnyájatoké. Vízkeresztül húshagyóig táncolunk, vidámságnak árontói nem vagyunk. Beöltözünk, farsangolunk, mulatunk, közben pedig szép tavaszról álmodunk. Fergeteges táncba vidd most a párod, élvezzétek ezt a farsangi táncot. Addig vígatjatok, ameddig csak lehet, táncoljátok át ezt a rövid telet. És ha a hideg télnek vége szakad, húshegyeiket után itt van a tavasz. Rügyeiket kibontják újra a fák, szerelmeseknek kinyílik a világ. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Akkor a tánccsoport. Ezt írták Hegedűs Istvánné, a Hajdúszlováki Derűs Alkon nyugdíjas klub vezetője. Ezt írta a tánccsoportról, hogy a Derecskei Hagyományőrző Nyugdíjas Klub és a Hajdúszlováki Derűs Alkon nyugdíjas klub tagjai 2015. márciusában közös tánccsoportot alakítottak a zenében, a táncban és a mozgásban rejlő örömök miatt. Színvonalas szereplésük alapján a környező városok és községek felkérik a tánccsoportot város és falunapokon, nóta és népdalesteken, fesztiválokon való szereplésre, ahol felgeteges hangulatot teremtenek. A ráadásban a közönséggel együtt táncolnak. Az eltelt 2 év alatt nem csak településünk rendezvényein ropták a táncot, hanem a nyugdíjas szervezetek országos és megyei rendezvényein, de bemutatkoztak már külföldön is. Emlékezetes fellépéseik az elmúlt 2 évben Berekfürdőn megrendezett országos nyugdíjas találkozón, Derecskén a Disznótoros és Téli Vásáron, Hajdunánáson, Nóta és Népdalesten, Mezőpeterden a Burgonya Fesztiválon, valamint 2015 évben Romániában Nagyszalontán az anyáknapi kulturális találkozón. Ott is szerepeltek már több alkalommal, hisz szinte minden évben visszatérő vendégek vagyunk. A táncokat betanította Cseke Sándorné. Fogadjuk őket nagy-nagy szeretettel. És felkészül Csúzi Juliana. Ezért volt elhúzva a függöny. Thank you.
akkor Hajdú Szobát dalköre fog nekünk énekelni, majd utána Bordás Istvánné. Fogadjuk nagy szeretettel a Hajdú Szobáti Derűs Alkony dalkörét. A dalkörről is kaptam egy bemutatkozót. Hajdú Szobáti Derűs Alkony Nyugdíjas Klub dalköre a klub megalakulásának 30 éves évfordulójára 2012-ben alakult. A dalkör vezető Rácz Kálmánné Margitka. A dalkör tagjai korábban a Hajdú Szobáti Kodály Énekkar mellett működő Vas Lajos nevével fémjelzett dalkörben énekeltek több éven keresztül. A helyi és környező városok, községek, rendezvényein, városnapokon, nóta és népdaleseken, fesztiválokon nagy nagy sikerrel lépnek fel. A dalkör tagjai többnyire szüleiktől tanult népdalokat énekelnek. Állandó szereplői minden évben Berekfürdön megrendezésre kerülő országos nyugdíjas találkozónak, valamint a megyei nyugdíjas szervezetek rendezvényeinek. Legemlékezetesebb fellépésük volt Romániában Nagyszalontán, továbbá 2016-ban Debrecenben, Erdős Pusztán, a Fényes Hotelben megrendezett Ki mit tud betélkedő való szereplésük, ahol a dalkör a karének kategóriában első helyezést ért el. Gratulálunk nekik! Valamint június 24-én Hortobágyon, a Hortobágyon kinyílott az Ibolya színű szenior csoportok részére megrendezett betélkedő való fellépés. Több meghívásuk van, így örömmel fogadták el a mai napra a Derecskei Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, tehát a mi részünkre, a klub meghívását az 5. Tavaszi Kavalkár Fesztiválra. Most szolvárti gyűjtésű dalokat énekelnek, hallgassuk őket nagy szeretettel! Sose leszek szomorú.
lobognak a csillagok. Én hozzám is, kedves édesanyám, egy pár csillag beragyog. Én tőlem is irigyeli azt a csillagot, amelyik a havám ablakába minden este beragyog. Most pedig Sarkadi Gyula és Sarkadi Gyuláné fognak következni. Sarkadi Gyula nem régen ment nyugdíjba, és már is aktívan tevékenykedik, ahogy látjuk. A mai nap ünnepi csokrot nyújtanak át nekünk egyvelekként. Versek és hozzáillő dalok fognak elhangzani. A verseket Sarkadi Gyula saját maga írta, fogadjuk őket nagy szeretettel, és utána pedig Hajdunánás dalköre következik. Nagybajuszú basa, humoros egy kissé, hogy megnőtt a hasa. Fiúból Juliska, lányból meg János, kézen fogva talán lehetne egy páros. E nemes játékban vegyünk fel állarcot, ropjuk együtt vígan a farsangi táncot. Elfér egymás mellett farkas és piroska, nagyon jó sikerült a finom lakoma. Fogyasztunk bőséggel a farsangi fánkból, sok mese figura ehet most a tából. Szegény, gazdag lehetsz, csak egy az igazság, ne legyen senki bús, éljen a vigasság. Tartsák a farsangot Tiszától Dunáig, Dunától lefelé egészen Mohácsi. Üzzék el a telet a busójárással, ne találkozzunk az orr időjárással. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, minden madár társat választ, virágom, virágom. Hát én immár itt választ, pillanatok, tavasz ébredése. Nyílik a kikelet, ébred a természet, a fáknak ágái, pattognak a rügyek. Vidámabb a világ, dalol a kismadár, mosolyogva int a fénylő napsugár. Tavasz hírnökei a villásfarkú fecskék, érkedésük után fészküket keresték. A fák lombjai közt békességben élnek a színes madarak és a szorgos méhek. Március, március, de jó, hogy eljövél, múljon már felettünk az orr didergő tél. Ne fázzon a fákon a csicsergő madár, nyíljon ki a szívünk, tündökölj napsugár. Emlékszel tavasz idején, kószáltunk, ugye te meg én, ránk várt az erdő a domboldalon. Hívtak szép meseligetek, fák lombján lepkeli veget, tündérek kacagtak maluk dalán, játszadozó kedvünk ma új szerelemre ébred, fűszfa sípa szárnyal szép lerangokkal az ének. Emlékszel tavasz idején, kószáltunk, ugye te meg én, ránk várt az erdő a domboldalán. Köszönjük szépen. És akkor Hajdunánás dalköre fog következni. Én mondtam
Balázsnak, Timári Balázs a klub vezetője és a vének vagy a dalkör vezetője is, hogy írjon egy pár sor bemutatkozót. Azt mondta, hogy nem dicsekednek. Pedig lenne mire. Lenne mire, és én megkérlek, Balázs, hogy tényleg egy pár szóba azért csak mondjál rólatok, magatokról valamit. Ja, és utána Juhászné Mária. Egyesületünk 30 éves évfordulóját ünnepelt ebben az évben. Hát legalább 25 éve kulturális munkánkkal foglalkozunk a legtöbb időt, energiát erre fordítjuk. Éneklőcsoportunkban, tánccsoportunkban, szólósok vannak magyar nótában, slágerben, és több területen versmondók, prózaírók vannak nálunk, tehát egészen széles a skála. Hát az éneklő csoportunk két nagy találkozóra készül minden évben új műsorral. Készülünk a néptalcsokorral, a kórus találkozóra, ami április hónap, április 24-én, ezt úgy emlékszem. Pontosan mindenkit szeretettel hívunk, minden kórus. Ez megyei rendezvény Hajdú Nánáson, mi ezt vállaltuk be, a kórus találkozót már 10 alkalommal rendeztük meg. Most már 11. alkalommal következik, úgy tudom. Ezen kívül a Katonadal Fesztiválra készülünk minden esztendőben új csoporral. Most is már megvannak a műsorok, már készülünk áprilisra is készülünk a Katonadal Fesztiválra. És hát eredményeinket, akik itt vannak, szinte mindenki ismeri, hát főleg a Katonadal Fesztiválon általában dolgozós helyen vagyunk. Köszönöm szépen, és most egy népdalcsoport szeretnék előni. Yeah.
És akkor a Miketércsi őszidő egyesület népdalköre fog következni. Ősszel ünnepelték 20 éves fennállásukat, ilyen sok évben nagyon sok program és tevékenység belefér, leginkább mégis arra legbüszkébbek, hogy nagyon sok barátot találtak. A környék nyugdíjas klubjaival szoros kapcsolatot tartanak, szívesen vesznek részt baráti találkozókon, és ide is nagy örömmel érkeztek, ízelítőt hoztak műsoraikból a kedves vendégeknek. A népdalkör egy dalcsokrot hozott, amelyet internetes szavazók által legszebbnek talált a magyar dalok közül. Ezek közül válogattak. Fogadjuk őket nagy szeretettel. Majd pedig... Thank you.
Magyar!